Pál Monika külügyi szakértő főiskolai docens a vendégünk, ezért sokan köszönöm, hogy eljött hozzánk. Megvan a dátum. Június 23-án szavaznak a britek, hogy velünk vagy nélkülünk, Európai Unióval vagy anélkül. Számukra van tényleges tétje ennek a politikai gesztuson túl? Hát persze, ez egy nagyon fontos népszavazás. Ugyanúgy fontos Nagy-Britanniának, mint ahogy az Európai Uniónak, ugyanúgy fontos minden tagállamnak. Ez kardinális jelentőségű, mindenki azt szeretné, és néhány hónapja is bevallom őszintén, hogy én ezt jósoltam, hogy ez egy annyira közös érdek, hogy legyen megegyezés, hogy ennek meg kell születni. Igaz, hogy nem reggel, hanem késő éjszaka, de megszületett egy nagyon komoly kompromisszum, ami tény. Csak az a különbség, hogy ez ki hogy értékeli ezt a február közepi, február 18-19-én született megállapodást. David Cameron sietett, az látszik, nagyon magasra próbálta tenni a lécet, ugye itt már nagyon hosszú 15 évnyi a szociális ellátórendszerrel kapcsolatos moratóriumot hirdetett a munkavállalók felé, a külföldre érkező munkavállalók felé. Lehetett tudni, hogy ebből majd ő fog engedni, azért sófolja ilyen magasra a lécet, de mindennel sietett, tehát nagyon gyorsan akart mindent tető alá hozni. Ez egy belpolitikai számítás, hogy minden ennyire sürgős volt? Ez egy bel- és külpolitikai számítás is. Azért annyira nem sietett, hiszen azt jósolták a kommentárok, hogy decemberben már az EU csúcs lehet valamilyen megállapodás, vagyis egy késcsomag alapvető körvonalai meg lesznek. Ilyen szempontból ez egy pici csúszás, de ennek valóban bel- és külpolitikai dimenziója is van. A belpolitikai dimenzió, hogy tett egy ígéretet az előző választások előtt, hogyha ő megnyeri 2015 májusában a parlamenti választásokat, akkor tart egy referendumot. Tehát ez egy olyan elkötelezettség volt, ami előtt nem lehetett kibújni. És a végső dátum, ami ezt le kellett rendezni, ezt a kérdést, ez 2017. Tehát van egy ilyen alkotmányos kötelezettség, aminek a kiinduló pontja az euroszkeptikus konzervatívoknak a megbékítése volt. A másik oldal, a kalkulációk másik oldala, az meg egy európai belpolitikai, vagy egy külpolitikai, brit külpolitikai kérdés, és ez a 2017-es francia elnökválasztás és a német Bundestag választások. Tehát ez nagyon fontos, hogy addigra egy nyugodt, kiegyensúlyozott, komoly, lenyugodott Európa képét lássák a választók, hogy véletlenül se jusson eszükbe, hogy az euroszkeptikus pártokat támogassák, hiszen ez egy káosz maga, amit hónapok óta megy a referendum kapcsán. És ez pont például Franciaországban nagyon fontos kérdés, hogy Marine Le Pennek a pártja ne törjön előre, mint ahogy az önkormányzati választásokon történt, és számos olyan ország van, egész Finnországtól Görögországig, Dániától Németországig, ugye a Pegidát lehetne említeni, ahol komoly erővel bírnak az euroszkeptikus, migránsellenes populista pártok. Ha az euroszkeptikusok győznek Nagy-Britanniában, ugye most nem úgy néz ki, bár eléggé szoros a verseny a két oldal között, akkor ez az Európai Unió jövőjét is erősen kérdőjelessé teszi? Mert precedens? Nem is szeretnék ilyenbe belegondolni, hogyha nem győzedelmeskedik, de hogyha nem kap több szavazatot, akkor is egy nagyon érdekes forgatókönyv játszottat le. Egyrészt Cameron azt mondja, a brit miniszterelnök tegnap az alsóházban azt mondja, hogy nem lesz még egy referendum. Ez a csomag, amit én elnyertem, ezt elfogadjuk, és akkor bennmaradunk. És ez így fog történni, hogyha a választók úgy gondolják, hogy nem, akkor nem lehet egy jobb, egy második referendumot megszervezni, nem lehet jobb alkut kötni ennél. Magyarul óva inti a választókat, hogy a nemre szavazzanak. Az ő ellenfele, pártbeli ellenfele, Boris Johnson, londoni polgármester, akit csak Bojo-nak neveznek, egy végtelenül szórakoztató, mondjuk Tordján József szórakoztató potenciál és Gyurcsány Ferenc karizmája egyesül egy személyben. Azért ez egy szép képlet, főleg, hogyha a látványt is elképzelem. És hát a látványt is ugye mellé kellene tenni, tehát egy komoly politikus, egy komoly kihívó áll Cameronnal szemben, aki az utolsó percben mondta azt, hogy ő a nem mellé áll. Ő a hatodik komoly figura, már kabinetminiszterek is
a nem mellett szavaznak, ez egy borzasztó nagy pofon Cameronnak, hogy a saját pártján belül a 330 képviselőnek az gondolják az elemzők, hogy 130-150 képviselő is a nem mellé állhat. És akkor Boris Johnson, aki néhány hónapja még úgy tűnt, hogy az igenek mellett kampányol, lehet egy kihívó. Egy olyan kihívó, aki nem fogadja el, hogy a nem az egy végleges nem, hanem vissza szeretni menni Brüsszelbe, és egy komolyabb alkut kötni, egy Nagy-Britanniának kedvezőbb alkut kötni, hiszen ő azt mondja, hogy ez egy jogi gyarmatosítás. Na de Cameronnak van igaza, vagy neki? Tehát van-e még Brüsszelben kedve arra, hogy előjjenek újra tárgyalni? Se kedv, se politikai akarat, se energia. Ezt nem lehet ezt a több hónapos procedúrát újrajátszani. Minden energia elfogyott. Cameron azt mondta, zárt ajtók mögött Brüsszelben a tanácsnak a tanácsi folyosókon, hogy vagy ezt megkapom, vagy ez öngyilkosság. És nem csak személyesen neki lenne bukás, hanem ez Nagy-Britannia, azt mondják, hogy ugrás a sötétben, nem tudjuk, hogy mi lesz. Na, de az benne van a pakliban ezek szerint, hogy különféle belpolitikai számítások okán a legkülönbözőbb brit politikusok szembefordulnak David Cameronnal, és ez végül is hat annyira a brit társadalomra, hogy a nemre szavaznak? Nem, szerintem nem ez a meghatározó, de láttunk már olyat, a Margaret Thatcher elleni lázadást, hogy ez megtörtént a konzervatív párton belül. Tehát azt kellene elérni, hogy ez nem egy konzervatív belső csata jelenet legyen a következő hónapokban, hanem valóban a nagy kérdésekről szóljon. Én azt gondolom, de mik a nagy kérdések? Nagy kérdések, de a szuverenitás. Főleg mik? Az, hogy a legnagyobb a vízió kérdése, a kétsebességes Európa, amit nagyon sokszor emlegetnek, ami azt gondolom, hogyha megnézzük komolyabban a szöveget, ami született, ez nem is a kétsebességről szól, ez már a két osztatóságról szól. Hiszen ha a britek azt mondják, hogy mi soha nem adjuk fel a fontot, hogy mi soha nem engedjük, hogy a City ügyeibe bele szóljanak. Mi nem engedjük azt, hogy a határainkat, magyarul Schengennek nem lesznek a részei, határainkat Európai Uniós bürokraták szabják meg, hogy milyen szabályok szerint kezeljük. A nem, a soha, az azt jelenti, hogy nem több sebesség van, hiszen ők nem akarják utolérni egy idő múlva az Európai Uniót. Ha radikálisan fogalmazunk, akkor ez jogi megfogalmazása annak, hogy ketté szakadt tulajdonképpen az Unió, de az irónia abban, hogy nem tudjuk, hogy milyen részekre szakad, hiszen azt se lehet mondani, hogy van az eurozóna és az eurozónán kívüli, hiszen hát az eurozóna maga is, lenne, hát az eurozóna maga is nagyon heterogén. Hát nézzük meg, hogy Görögország nem ugyanaz a súlycsoport, mint Németország például. Tehát van egy élcsapat, ezt látjuk, amelyik előre szeretne menni, és van néhány ország, például Nagy-Britannia, aki behúzza a féket, és én attól félek, hogy Magyarország is abban a csapatban fog focizni, Orbán Viktor, amelyik behúzza a féket, és nem a föderalizmus felé, nem a nemzetek felettiség felé megy az Európai Unióban, hanem megragad egy a kormányköziség, a nemzetek Európája szintjén, és aki kimarad, az integrációban az le fog maradni, és a perifériára sodródik, hát és ez nagy veszély. A britekettől nem félnek a jelek szerint. Ők a saját erejüket érzik, és azt fitoktatják. Itt vannak a V4-ek a másik oldalon, akik meg a másik irányba húzzák ezt az Európai Uniós együttműködést. Kétfelé szakad? Tehát kétfelé tépjük, és előbb-utóbb hasad? Nem tudjuk, hogy ez valóban egy tragédia, egy Armageddonnak a forgatókönyve, vagy ez a realitásokkal számolnak csak a vezetők, és azt mondják, hogy ezeket az engedményeket meg kell tenni. Tulajdonképpen hány sebességes, több sebességes Európa már évtizedek óta, hiszen vannak eurozónások, vannak Schengen tagok, nagyon színes ez a kép, amit az Európai Unió mutat, és így is működik. Miért nem működhetne a jövőben? Kölcsönös garanciákat kell kapni. A nagy kérdés az, hogy mi az a legkisebb közös nevező, ami ezeket az országokat össze fogja fogni. Ha egy ilyen nagyon à la carte Európa van, ha menüből lehet csemegézni. Mi az a legkisebb közös nevező, mi az a közös értékrend? Hogyha nem vagyunk szolidárisak, és nem engedjük be a menekülteket például, akkor miért legyenek szolidárisak velünk a tagállam társaink? Miért ugye Renzi olasz miniszterelnök például felveti, hogy nem kapunk a kohéziós alapból. Tehát ez egy klub, aminek a játékszabályait el kell fogadni. Vannak bizonyos minimum feltételek, amelyeket teljesíteni kell, és van egy vízió, amit 1957-ben lefektettek, de
az idejét múlt, vagy sokkal színesebb és nagyobb az Európai Unió, mint hogy mindenki egy lépésre megy el? Nagyon sok mindenkit, szerintem a nézőink közül is vannak érintettek, a szabad munkavállalás lehetősége izgat, hogy most akkor a britek, hogyha szavaznak a nemre, akkor egyúttal le is zárják a határaikat az Európai Unióból özönlő külföldi munkavállalók előtt? Hát most úgy néz ki, hogy tán igen? Hát az ugrás a sötétbe azt is jelenti, hogy nem tudjuk, hogy milyen forgatókönyv valósul meg a nem kapcsán. A bizottság nem készül B-tervvel, mindenki úgy csinál, mintha nem is számolnának vele, persze én biztos vagyok benne, hogy a szakértők szorgosan dolgoznak ezen. A magyar munkavállalókat tekintve, hogyha mondjuk Nagy-Britannia csak egy svájci modellt követ, vagy egy norvég modellt követ, vagy mint Törökország csupán a Vámuniónak lesz része. Olyan különböző forgatókönyvek vannak, amelyeket nem látunk előre, és nem tudjuk kiszámolni a költségét se. David Cameron azt mondja, hogy mindenképpen ez nagyon nagy visszaeséssel járna a gazdaságban. Látjuk azt, hogy a Boris Johnson nem melletti elkötelezettsége már több mint 2%-kal csökkentette a font értékét a piacokon. Úgy számolnak az elemzők, hogy 0,6-2,8% között lehet az a visszaesés, amely 2030-ig realizálódhat a brit gazdaságban. És a munkavállalók szociális juttatásainak korlátozása természetesen benne van a csomagban. Tehát ez nem a kilépéssel, hanem a bennmaradással is valóság lesz, főleg 2020-tól az újonnan érkezők számára. Lehetett olvasni arról is, hogy a skótok mozgolódnak. Mert hogy ugye az nekik egy állandó kedvenc témájuk, hogy kiszakadnak-e Nagy-Britanniából vagy sem, és hogy minthogyha ők az Egyesült Európa hívei lennének, tán némi zsarolási potenciált tudnak maguk mögött, hogyha ti kiléptek az EU-ból, mi kilépünk Britanniából. Van ilyen változat? Igen. Azt mondanám, hogy van az Európai Uniós kérdéskör, van Cameron személyes belpolitikai sorsa és a konzervatív párt, és a harmadik nagy kérdés, de talán másodiknak kéne mondani az, hogy mi lesz az egész Szigetországgal, mi lesz az Egyesült Királysággal, valóban a felbomlás felé mehet? A skótok már régóta hangoztatják, hogy a nem esetén ők viszont szeretnének újra csatlakozni az Európai Unióhoz. Erre nincsen precedens, hogy ez hogy történhetne meg, hogy egy kilépett ország egy referendumban kinyilvánított akarata, hogy vezet vissza hát, a tagsághoz. Hát, hogy az országrész is kilép. Hát, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy automatikusan, nagyon rövid idő alatt bemehetne. Ez egy másik fontos kérdés egész Nagy-Britannia szempontjából is, hogyha kilépnek, van-e visszaút. Valószínűleg rövid távon nincs. És a skótok nagyon nehéz helyzetben vannak. Nem csak zsarolási potenciál, valóban Skócia sokkal Európa barátabb, és nem jutna azok a közös, az egységes piachoz hozzá, nem vonzanának befektetéseket, tehát gazdasági és politikai tekintetben is gyengülnének a skótok, amit egyáltalán nem szeretnének. Hát emlékszünk, a katalán népszavazáson az egyik legfontosabb érv az elszakadás ellen az volt, hogy ez nem jelenti azt, hogy az Európai Unió tagjai maradnak automatikusan, ez egy új ország lenne, majd a felvételért kell kapirgálni és sok mindent megtenni. A skótok igénye az ennek a garanciája, záloga lehetne? Ez érdekes, hogy a katalánokat említi, hiszen pont Rajoy spanyol miniszterelnök volt az, aki még hónapokkal ezelőtt a skót népszavazás kapcsán, amikor felmerült a skót kiszakadás, és azzal fenyegetett ez a kérdés, hogy egy precedens teremtődik, tehát egy kisebbség, egy etnikai kisebbség, egy nemzet kiszakad, amit ő Spanyolországban abszolút nem szeretne. Egy olyan félmondatot eresztett meg, hogy ha a skótok szeretnének az Európai Unió tagjai lenni, akkor esetleg mi ezt nem szavazzuk meg. Azt kell tudni, hogy folyamatában ez úgy zajlik, hogy minden országnak egyhangulag meg kell szavazni. Hát a spanyolok meg a katalánok miatt nem szavaznak meg, mert hát az egy másik precedens. Ez így van. Szép lesz ez, és meglehetősen zavaros, de aztán majd gondolom, hogy megyünk előre némiképp tisztul, fogunk még erről beszélgetni ma reggel itt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.